Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Masterfilm Digital Kft. Szinkron stúdiójából. Azért jöttünk most ide, hogy Forgács Gáborral készítsünk interjút. Felhőtlen Philadelphia, Danny DeVito alakításáról szeretnénk még egy kicsit faggatni. Kérlek szépen, magam is meglepődtem, amikor megkaptam a szerepet. Drága Zentai Marcsika kirendezte. Lámosztotta a szerepet, hát imádtam. Hát egy ilyen teljes, maga az egész film isteni. Tehát rendkívül szórakoztató volt, nagyon jó volt, tényleg nagyon szórakoztató. És hát ez a Danny DeVito, ez egy akkora állat. Ez, amiket ez csinált ebben a filmben, az valami tünemény volt. Hát szóval én ezt imádtam, ezt a dolgot. És ugye ez a kicsi ember ilyen hangon beszél. Tehát nem egy ilyen, és akkor a kicsike vagyok, akkor a hangom is magas. Ilyen hangja van. Tehát gyakorlatilag a saját hangomon szinte. Tehát ez nem volt gond. A másik, amit még nagyon szerettem, az egy macska, az egy élő emberfilm volt. A milyen boszorkány? Sabrina. A Tini boszorkány. Abba kérlek szépen Szálem lehettem a macska. És nagyon fontos volt, hogy rendesen dolgozzak szájra, mert járt a szája a macska, nagyon ügyesen csinálták, biztos számítógép technikával. Tehát járt a szája, ugyanis Sabrina, illetve a Szálem, a macska, az valamikor egy férfi boszorkány volt, aki büntetésből 100 évre macskává lett változtatva. És ilyen hangon beszélt, tehát ilyen mély hangon beszélt, hogy ez mindig szét, hogyha valami nem úgy ment, hogy én szerette volna. De ahogy hallom, most folytatják, de nem lesz benne már a Szálem. Sajnos. Azt sajnálni fogjuk. Boldog, azt csináltam volna. Köszönjük a Masterfilm Digital Kft.-nek, hogy ismét biztosították a helyszínt az interjú számára.